184 nevezője volt az idén is megrendezett Pepsi futásnak. A 11. alkalommal lebonyolított futás annyiban különbözött a korábbiaktól, hogy most a rajt, a kisebbik, az Orfeitónál volt. Ezzel a táv is megnövekedett, 7,5 km futottak a nevezők, szombaton este 8 órai kezdette. Az este 8 órai indulást jól választották a szervezők. Napközben szinte elviselhetetlen volt a meleg, ám a távot már sokkal kellemesebb hőmérsékleten futhatták a versenyzők. A 184 nevező között voltak profi versenyzők, amatőrök és olyanok is, akik pusztán csak kedvelésből futottak, akár egész családjuk kíséretében. 11. alkalommal rendezzük meg ezt az Orfeitó körüli, illetve Pécsi tó körüli futóversenyt. Ez az első alkalom, hogy nem az Orfi sporttábortól indul a verseny, és nem ott van a cél, hanem ide a kis túhoz hoztuk a rajt és célhelyet. Nagyon boldog vagyok, mert nagyon jó hangulatú a verseny. Ahogy körülnézünk, elég nagy tömeg van. 184 indulója volt a versenynek. Gondolom, hogy jövőre meghozza kedvet több embernek is, hogy ezzel a verseny elinduljon. Volt, mikor 300 körüli induló volt, 200 körüli. Én ettől a nagy melegtől nem vártam több indulót. Tehát itt az időjárás az erősen befolyásolja az induló számát. A legjobb férfi futó Könyves Norbert volt a Pécsi Atlétikai Klub versenyzője. Ő 24 perc 16 másodperc alatt ért célba. A második Bakó József volt, ő 24-23-at futott. Raus Balázs harmadikként 24 perc 45 másodpercet futott. A hölgyek közül elsőként Pintér Betty ért célba, az ő ideje 28 perc 18 másodperc volt. A második legjobb női versenyző Pintér Kitty volt, ő 30 perc 4 másodpercet futott. Harmadikként pedig Huszti Eszter 30 perc 46 másodperccel ért célba a hölgyek közül. Második helyzet 599-es rajtszámmal Bakó József. 24 perc, 23 másodperces időben. Harmadik helyzet, 668-as rajtszámmal, Raus Balázs, 24 perc, 45 másodperces időben.
A legjobb három női és férfi futó után díjat kapott a legidősebb és a legfiatalabb versenyző is. A legidősebb futó Kardos István volt, aki 1937-ben született, míg a legfiatalabb, Meris Norbert, 1991-es születésű. 20 éves vagyok, most már 10 éve atlétizálok. Egy időben Komlón voltam, most kerültem ide 3 éve Pécsre. Itt a megyében nincsenek sok lányok. Itt az egész könnyű nyerni. A Pécsi Atlétikai Klubnál edzek. Hát a futást már 8 éve csinálom. Mondhatjuk, hogy sikeresen. Többszörös korosztályos magyar bajnok vagyok. Ifi válogatott. Mi a te tábor, az igazi tábor? Hát 3000 méter és 5000 méter, azokat szeretem. Ez amúgy egy kicsit több volt. Több volt, igen, az 7 kilométer volt, de jó esett. Jó futás volt, jó környezetben, jó ellenfelekkel, jó volt ez a futás. És az eredményedről is meg vagy elégedve? Hát az igazság, hogy ezen a hosszabb távon most már először, de jó az eredmény, mondhatjuk azt, hogy jó. Tudtál volna jobban is futni, vagy ez lazán megnyerted? Nem, ez maxra volt, nem nagyon tudtam volna ezt. Mi lesz a következő próbatételed? Augusztus 8-án lesz a Balaton bajnokság Veszprémben, ott indulok 5000 méteren. A rendezvény nem ért véget a futószám eredményhirdetésével. Később az összegyűlteket még számos nagyon érdekes program várta. A résztvevőknek és az érdeklődőknek kedveskedünk egy műsorra, aminek a házigazdája Nagy Banda András, és a Pécsi Ifjúsági Ház Forma egy tánstúdió adja egy műsort, és lesz egy utcai énekes, aki egy műsort ad. Mert mindig van remény, vár egy híd, sárs vize Kánikulai meleg, hatalmas néző és versenyző sereg, és nem utolsó sorban lelkes előkészítő csapat. Ez mind-mind adott volt augusztus 1-én a Pécs TV által rendezett első sportnapon a Polák Mihály Műszaki Főiskola strandján. Induljon tehát két részes műsorunk első része, mert remélhetőleg igazi, felhőtlen nyári szórakozás nyújt majd. Üdvözöljük kedves nézőinket innen a Pollák strandról, a Pécs TV egész napos rendezvényéről. A sportnapon nagyon sok színes és érdekes programmal várjuk a gyerekeket és a felnőtteket, a lábtenisztől egészen a ruhában való vízbenúszásig. De lesz olyan is, amikor egy úriember puszta kézzel húz majd el egy kamiont. Az egész rendezvény nem jöhetett volna létre a MATÁV segítsége nélkül. Az összefoglalóhoz nagyon jó szórakozást kívánok! A napindító gyermekrajzverseny témája a legkedvesebb nyári emlék. Időközben a medencénél már készülődnek a média úszóváltó résztvevői, a Népszabadság képviselője, az Engő Fordán Rádió, a Pécs TV, valamint meghívottként a MATÁV részvénytársaság. Egy ilyen telefon spirál zsinór, ezt kell átadni folyamatosan a váltóba. Anélkül érvénytelen, ha elvész a medence alján, meg kell keresni. Egy nagyszerű Philips rádió készülékkel kell úszni. Egy szépen celofánozott Népszabadságot fog vinni. Gyönyörű televízióval, közben megválasztatod a programot. Várj, valahol lehet. Wow. Válasszák, Cartoon Network. Milyen esélyekkel csaptok a vízbe? Meg vagyok győződve róla, hogy elég jó esélyekkel indulunk. Vannak bizonyos titkos tartalékaink, amik alapján biztos, hogy esélyesek. És ezek titkok?
Ezek itt. Feri, mi fog rád bánni, hiszen te vagy a befutója a csapatnak? Hát egyelőre az a legnagyobb gondom, hogy a rádiót, ugye, ami jelképezi a váltóbotot, hova tegyem. Úgy döntöttünk, hogy a nadrágunkba fogjuk tenni. Reméljük, hogy nem lesz túl hangos, mert közben a rádiót fogjuk hallgatni rajta természetesen. Nem túl nehéz, de mint látható volt, rendkívül bonyolult feladatokkal tarkított verseny a Pécs TV csapata nyerte. És a csapatkapitány, ez az első kérdés, ez az első tévés győzelem, azt hiszem sok tekintetben. Milyen érzés? Hát igen, nem, ha több is ilyen lesz, akkor elég komoly baj lesz, mert ebben majdnem belefulladtam. Nehéz volt ezekkel a tárgyakkal úszni? Hát nekem helyzeti előnyöm volt a ruhámból kifolyólag, a többieket nem néztem, de a fiúk is boldog voltak vele. A jövőre lesz hasonló jellegű verseny? Akkor? Hát nyilvánvaló, hogy itt leszünk. Időközben elkezdődött a strandvöklabda bajnokság, ami így nyár időben egyáltalán nem ritkaság. És hogy micsoda mélyen szántó filozófiai összefüggéseket tartalmazhat ez a játék. Hallgassák csak! És ez a sok víz rajtad, ez az úszodából, vagy pedig máshonnan származik? Igen, ez izzadság. Az állóképesség teljes hiányából fakad, és szervezetem így védekezik túlzott felmelegedés ellen. Most 5 pontot csináltunk, de volt úgy, hogy egyet ellenük. És az ellenfél csapat az hány pontot csinált? 11-et. Hát a meccs az 11 pontig tart, vagy 15 percig. Úgyhogy túl jó csapatok nála az idő számít, azt hiszem. Vagy egymáshoz egy kis különbség. Hagyjuk ezt a kérdést. Még annyi lenne, hogy szeretném, hogyha megmutatnád a hátadat, és elmondanád, hogy honnan származik ez a homok, ami ott van. Ez dunai folyami homok feltehetően. Dunáról hozták, és a strandoklabdát ilyen homokban játsszák. És egy fantasztikus vetődés eredménye az a hátamon. Hol fogod lemosni? Ott a csapnál, ja, nem dohányzom. Gondolták volna önök, hogy milyen nehéz megtalálni egy tárgyat a víz alatt? Megkötött szemmel. Imre.
amit láttuk az előbb, a Matáv csapata igen erősen részt vett a sportokban is. Ez a Matáv legénységével máskor is így van? Azt hiszem, hogy méltó helyen sikerült célba érnünk, és gratulálok a csapat tagjainak. Úgy érezzük, hogy minden olyan helyen meg kell jelennünk, ahol közelebb kerülhetünk az emberekhez, azokhoz a célcsoportokhoz, akiknek vannak olyan speciális termékeink, melyeket nem reklámozni szeretnénk, hanem meg szeretnénk, hogy ismerjék. Ilyenek a diákoknak, fiataloknak például a Matávnet, azaz az internetszolgáltatás, vagy a július 1-től újonnan bevezetett világkártya. Ez egy rendkívül okos találmány, bárhonnan, bármikor lehet telefonálni, úgy, hogy az otthoni saját telefonszámlámon jelenik meg az összeg. Tehát külföldről külföldre, külföldről belföldre, egy itthoni nyilvános fülkéből külföldre, vagy akár haza, tehát bárhonnan, bárhová. Az ügyfélszolgálati irodákba lehet kérni, és ingyenesen adjuk azoknak, akik otthoni előfizetéssel rendelkeznek. És akkor most bodybuilding, pontosabban fekvenyomás. Lassan már a strandokon is megszokott látvány lehet a súlyzóban. Itt aztán mindenki megmutathatja, milyen erős. Ön kiváló kollégám Fodor Norbert, de is bár kis súlyon, és nem is egyszerű gyakorlatot futott be, mégis lehet látni a benne levő virtuózitást és a tehetséget. Listen closely and you'll get lifted higher than you ever been before. Getting more than you bargained for sure. Life can be a trip full of trouble, but you gotta stand up and fight back double. Don't let nothing hold you back. Yo, when life says out, you say go, go. Reaching, going, teaching, knowing. Instead of preaching to each and every one of you, I'm flowing. Get yourself together, keep moving. Don't let nothing stop your flowing. Go for what you want, don't hold back, 'cause I know you got the max. So go farther than you've ever been before. I'm going for mine, so go for yours. A fekvenyomó versenyt Sebestyén Tamás nyerte, és éppen itt, ezen a strandon döntötte meg saját egyéni rekordját, 125 kilót nyomott. Mi az eddig rekordod? Hát ez volt a rekordom, ez a 125 kiló eddig, mert edzésen csak 120 kilóig tudtam elmenni, mert ugye ott nem egyet kell nyomni a súlyba. Mennyi idő alatt lehet eljutni arra a szintre, hogy az ember ilyen 100-120 kilói súlyokat emelgessen? Hát rendszeres edzés, és szerintem egy olyan kemény egy év ahhoz, hogy tényleg erőlétbe is, meg hát izomzatba is kifejlődjön. És akkor ennek a versenynek a mai győztese, és nem véletlen, hogy ő tologatja a pontot, de most remekni fog, hogy közel össze-vissza taligálod a potmétert. Sebestyén Tamás, nagy tart! 125 kiló! Elkészülni, rajt, gyerünk!
Ahogy ezeket a képeket nézem, annyi bizonyos, hogy a víz alatti üvegbőlő keresésben rövidesen a világ élvonalához húzta. Kis kitérő után most térjünk vissza a labdajátékokhoz. A lábtenisz indult, ahol régi kipróbált harcosok, jól ismert, kiváló párosok mérik össze tudásukat. A Pécs TV sportnapjának egyik vezető szponzora a Népszabadság, Magyarország egyik vezető napilapja, és egy nagyon érdekes akcióval vannak itt jelen a strandon, a vendégek már vadul írnak. A strandolás mellett úgy látom, hogy itt az újságolvasás is szerepel, ne haragudj, mi ez a papír, amit kitöltesz, illetve megpróbálom elmondani én, mutatvány számot, mutatvány példányt ígérnek két hétre a Népszabadságot. Te szoktál Népszabadságot olvasni? Hát végül is ritkán, de úgy kíváncsi vagyok az újságra, tehát úgy annyira nem ismerem. Most hallottam, hogy van ez a mutatvány szám, hát gondoltam, hogy megrendelem és megnézem, hogy milyen lesz. Két hét alatt szerinted el lehet dönteni azt, hogy előfizetője leszel a alapnak? Hát általánosságban igen. Tehát úgy lehet azért következtetni, hogy jó az alap, vagy nem. Általában a Népszabadságból mi az, ami érdekelhet téged? Hát elsősorban az országnak a belső hírei, illetve szerintem a sport része is elég jó. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy tavasszal megnyílott a Népszabadságnak a pécsi képviselete, és mindenki, aki esetleg a Népszabadságra kíváncsi, illetve személyesen is kontaktusba kíván lépni vele, az a Majorosi 36-ban a második emeleten megtalálja őket, ahol nem csak ugye a mutatvány példányokat lehet megrendelni, mint mondtam, két hétre, hanem mindenféle ügyből kifolyólag meg lehet keresni a nagyon csinos és nagyon kedves hölgyeket, akik még akár a reklám megrendeléseket is elfogadják.
Ez volt tehát a Pécs TV sportnapja, pontosabban az arról készült műsor első része. Remélem, hogy jól szórakoztak, és velünk tartanak a második rész megtekintésekor is. Thank you.